Nyaralás. Szervát ültetett gyerekek és családjaik is kikapcsolódhatnak a Balatonnál. Újraszentelés. Rekonstruálták a somogybabodi katolikus templomot. Katasztrófavédelmi tábor. 200 gyerek tudhat meg többet a hivatásról. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Mi is nyaralunk címmel már 18. alkalommal szervez kikapcsolódási lehetőséget szervát ültetett vagy arra váró gyerekeknek és családtagjaiknak a transzplantációs alapítvány. Az egy hét során számos sport és szabadidős program várja a családokat, de emellett nagy hangsúlyt fektetnek a mentális feltöltődésre, a pár- és csoportterápiákra is. Nézd, egy oldalmozgás, mint egy ilyen hernyő. Igen, ezt úgy hívjuk, hogy hernyő. Aktívan töltik az idejüket a transzplantált gyerekek a táborban Siófokon. A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az élményeken túl a mozgás főszerepet kapjon a hét mindennapján. A délelőtt az mindig a mozgásé, illetve egy-egy sport között kézműves foglalkozáson imádják a gyerekek a kézműves foglalkozást is. A piciknek, a 2-6 éveseknek egy manóház van, ahol nekik is kézműves foglalkozás, de azért egy egyszerűbb nekik szóló. Az egyiket óvónéni csinálja, a másikat tanítónéni. És mind a ketten egyébként donorszülők, tehát a gyereküknek a vesedonora. Általában az önkénteseink vagy maguk is szervát ültetettek, vagy donorok, vagy transzplantált gyerek szülője, vagy transzplantált gyerekkel foglalkozó pszichológus, illetve gyermekorvos. Mindig van a táborban 2-3 önkéntes orvos, aki vigyáz a gyerekekre, ha valami történne. Évente körülbelül 10-12 gyermekverse transzplantációra kerül sor Magyarországon. A felkészítés minden esetben hosszú folyamat, számtalan vizsgálat majd a donorra várás előzi meg. A műtétet követően pedig legalább ilyen fontos az utógondozás, a folyamatos kapcsolattartás a kezelő orvossal. Az élethelyzetekhez kell alkalmazkodni, és mindenkinek egy testre szabott megoldást kell valamennyire találni. Nagyon fontos az utógondozás, igen. És a másik kérdés, hogy meddig lehet és mennyi ideig, optimális esetben örökké. Azért tudni kell, hogy ez egy vese és nem kettő, és valamilyen trauma érte azt a vesét, amikor kikerült és aztán bekerült a betegbe. Úgyhogy nagy átlagban azért azt kell mondani, hogy 10-20 éves túlélés azért nem mindenkinél biztosítható. Tehát vannak bizonyos százalékok, ezek egyre javulnak, de számolni kell azzal, hogy előfordulhat, hogy egy a gyerekkorban transzplantált beteg, aztán később újabb vesére szorul. Vannak ilyen betegeink, nagyon jól vannak, egyetemre járnak, megházasodtak. Olyan is van, akit egyszer megtranszplantáltunk, és a második gyereke születik. Szabó Bence 11 éve, 7 évesen esett át a vesetranszplantáción. Mint mondja, sok dologra nem emlékszik, hiszen nagyon kicsi volt még. Nem sokra emlékszek, és annyira érintett meg, hogy nem voltam óvodában, illetve később kezdtem az iskolát egy évvel. Tehát évvesztes lettem emiatt. Igazából hál' Istennek nagyobb kirekesztésnek úgymond nem voltam a része, viszont sajnos rengeteg kórtársam szenved hasonlóan. Nem csak a gyerekeknek, de a szülőknek, testvéreknek is nehéz feldolgozni a sokszor évekig is tartó kálváriát, aggódást. A szülők a tábor egy hete alatt tapasztalatot is cserélhetnek, és sokszor családi barátságok is szövődnek. Megértették, sokkal jobban megértették, mondjuk, mint egy egészséges családi barátnak elmesélve, az nem ugyanolyan történet, mint amikor egy sorstársnak meséli el az ember az aggódását, a problémáit, és akkor egy visszacsatolás érkezik, hogy hát ez nem vagyunk ufók és egyedül a világon ezzel az érzéssel, hanem bizony vannak sorstársaink, akik hasonlóan éreznek, és hasonló dolgokon mentek keresztül, és az egymás iránti szeretet és tisztelet, és az példa, amit tudunk meríteni, az mindenképpen nagy segítség. A családon belüli megértést pedig párterápiával segítik elő a szervezők. Boldogság, boldogság,
Ez a szülők tánca, amelyet hagyományosan a tábor végén mutatnak be az anyukák és az apukák. Az idei táborban 92 gyermek és kísérőik, valamint 28 önkéntes vesz részt. A hőségriasztás ideje alatt a budapesti pályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon ásványvizet biztosít utasainak a MÁV ZRT, olvasható a társaság közleményében. A miskolci, debreceni, nyíregyházi, békéscsabai, szegedi, kecskeméti, szolnoki, győri, pécsi, nagykanizsai, siófoki, fonyódi, tapolcai, veszprémi, zalaegerszegi és a celldömölki állomáson kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. A volánbusz 12 és 14 óra között a megyeszékhelyen a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz állomásokon ásványvizet oszt. Ilyen helyek például Békéscsaba, Budapest, a Népliget autóbuszállomás, Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged, Székesfehérvár, Szekszár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya és Veszprém is áll a közleményben. Jövőre nem csökken, hanem 95 milliárd forinttal nő az önkormányzatok támogatása, mondta a pénzügyminiszter kedden Budapesten, miután a jövő évi költségvetésről tartott előadást a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén. Varga Mihály az előadást követő sajtótájékoztatón azt mondta, jövőre 969 milliárd forint lesz a teljes önkormányzati támogatási keretösszeg, az önkormányzati rendszer teljes gazdálkodási kerete pedig 4000 milliárd forint. A miniszter kiemelte, a cél, hogy a jelenlegi háborús körülmények között is válságállóvá tegyék a magyar gazdaságot és a települések költségvetését. Szita Károly kaposvári polgármester, az MJVS elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, azt kérték Varga Mihálytól, hogy azok az önkormányzatok, amelyek nem tudják kigazdálkodni a rezsiköltségek emelkedését, számíthassanak a kormány segítségére. Hozzátette, az önkormányzatoknak a legfontosabb, hogy a jelenlegi körülmények között megőrizzék az elmúlt 10 év eredményeit. Újra szentelték a Somogybabodi katolikus templomot. Kormányzati támogatással mintegy 15 millió forintból újult meg az épület. Többek között kicserélték a nyílászárókat és megújult a homlokzat is. Vicma Mihály, a térség országgyűlési képviselője az eseményen arról beszélt, amíg nyugaton rombolják, addig Magyarországon építik, újraépítik a templomokat. Urunk Jézus Krisztus, aki eljöttél hozzánk, hogy közöttünk lakjál a földön, áld meg mindazokat, akik áldozatukkal és munkájukkal szépítették ezt a templomot, és áld meg ezt a templomot, adj híveidnek hitet és hűséget, hogy ennek a templomra tudatos és buzgó látogatásával az ő jelenlétük legyen házadnak igazi ékessége. Varga László megyés püspök szentelte újra a Somogybabodi katolikus templomot. Az épület eredetileg magtárként funkcionált, csak 50 évvel ezelőtt alakították át, most pedig teljesen megújult. Ki lettek cserélve a külső ablakok, mert nem szigeteltek már, le lett mosva a tető, és elkészült a lépcső, amit fel tudunk menni, mert az már életveszélyes volt, már ott széje, úgyhogy azt meg kellett mindenképpen csinálni. Csatorna le lett cserélve, vagy megnyomódva a vízelvezetése, és meg ki lett festve belülről, és kívülről is kapott egy új festést, hogy szép fehér legyen, mint minden rendes templom. Vicma Mihály, a térség országgyűlési képviselője az eseményen arról beszélt, amíg nyugaton rombolják, addig Magyarországon építik, újraépítik a templomokat. Az elmúlt években a választókörzetem 71 településén rengeteg templom megújulhatott, összességében több milliárd forint kormányzati támogatást sikerült elnyernünk annak érdekében, hogy ezek a vallási helyszínek megszépüljenek, megújulhassanak. És egy templom megújulása az nem csak vallási jelentőségű, azt gondolom, hanem egy olyan közösségi hely, egy olyan kulturális helyszín is a hívő emberek és a nem hívő emberek számára is, ami adott esetben építészeti,
emlékeket, a településképnek a megszépülését, javulását egyaránt magában hordozzák, és hát egy olyan kihívásokkal teli világban, mint amilyenekben az elmúlt években nekünk magyaroknak is meg kellett birkóznunk, azt gondolom, hogy fontosak azok a közösségek, amelyek a templomokban, akár egy misén, akár egy közösség kulturális eseményen összeverbúválódnak és erősebbé teszik az emberi kapcsolatokat. Itt Somogyban, vidéken, a nagyobb városokban és országosan egyaránt, hiszen az elmúlt években valóban rendkívül sok problémával kellett szembenéznünk nekünk, magyaroknak, árvizek, aszályok, tömeges illegális migráció, gazdasági, pénzügyi válságok, most egy világjárvány, még nem köszöntünk el tőle teljes mértékben, szomszédunkban egy háború, energiaválság, gazdasági válság, és sorolhatnám. Ahhoz, hogy ezeket a kihívásokat le tudjuk küzdeni, ez valóban erős közösségekre van szükségünk. Most kormányzati támogatásból mintegy 15 millió forintból szépülhetett meg az épület. Munkagödörbe hajtott egy kis teherautó a 67-es főút Viszi és Somogytúr közötti szakaszán kedreggel. A járműbe beszorult egy ember, őt a műszaki mentést végző Balatonboglári önkormányzati és látrányi önkéntes tűzoltók feszítő vágóval és feszítőhengerrel szabadították ki, majd adták át a mentőknek. A jármű motortere füstölt, amit az egységek egy porraloltóval megszüntettek. Példamutató, több évtizedes a tűz- és katasztrófa védelem területén végzett kiemelkedő szolgálatellátása, a közszolgálatában és Barcs közbiztonságáért végzett munkájáért Barcs város önkormányzata képviselőtestülete Barcs szolgálatáért kitüntető címet adományozott Tarlós István tűzoltó ezredes, a Somogy megyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgatóhelyettese részére, amelyet az ezredes Barcs városnapi alkalmából rendezett ünnepségen vehetett át. Ismét megnyitotta kapuit a nyári katasztrófavédelmi ifjúsági tábor a Balatonföldvári Naró kempingben. Idén már negyedik alkalommal köszöntötték az ország minden pontjáról érkező kiskamaszokat a somogyi tűzoltók. A táborban heti váltásokban lesz lehetőség a gondtalan és élménydús nyaralásra. A hét első napján tűzvédelmi ismereteiket bővíthették a táborozók a siófoki hivatásos tűzoltóknak és a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatnak köszönhetően. Valami oknál fogva a lábasban lévő olaj kigyullad. Kétfajta lehetőség van, nem csinál semmit se, ugyebár az a baj akkor, hogy a tűz terjedni fog. Vagy ami itt lehet látni, hogy a tálba, a serpenyőben lévő olaj begyullad. A konyhában keletkezett tüzet és annak eloltását is szemléltették Balatonföldváron a katasztrófavédelmi táborban. Mire kell vigyázni, hogyha füst van, vagy tűzüt ki esetleg a lakásba? Milyen tulajdonságai vannak a füstnek? Pszichológiai kérdésekről, tűzvédelmi szabályokról is tanulhatnak a gyermekek a táborban, amely immár negyedik alkalommal nyitotta meg kapuit Balatonföldváron. 6 héten keresztül várják a gyerekeket, akik a szakemberek mindennapjaival ismerkedhetnek meg játékos formában. A hétfő egy igazán tűzoltós nap, hiszen a siófoki hivatásos tűzoltók és a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat közreműködésével különböző játékokon, feladatokon keresztül próbálhatják ki, hogy milyen tűzoltónak lenni. Egy bemutatót is láthatnak a gyerekek a konyha tűz veszélyeiről, megszemlélhetik, hogy hogyan kell szakszerűen eloltani a felhevült olajat, illetve hogyan tilos eloltani. A gyerekek egy füsttel telített sátorban is kipróbálhatják tájékozódó képességüket, illetve a tűzoltók a virtuális valóságot is segítségül hívják, hiszen a VR szemüvegen keresztül a gyerekek egy lakástűzt kellős közepébe csöppenhetnek, ahol a lakókkal együtt menekülhetnek ki. És ha már Balaton, strand, nyár, akkor nem záródhatna másképp a program, mint egy fergeteges habpartival. A katasztrófavédelmi dolgozók gyerekei azt is elárulták, hogy mi tetszik nekik leginkább a táborban. A habparti nagyon tetszik, meg az, hogy minden nap ugye lemegyünk a Balatonra. A gyerekeket színes programokkal várják minden évben. Múltkor volt cirkusz, az nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és amikor mentünk kirándulni oda, a hajóval mentünk, azt is nagyon élveztem. 6 héten keresztül közel 200 kiskamasz kikapcsolódásáról gondoskodik a Balatonföldváron szervezett tábor. Nyaralás. Szervát ültetett gyerekek és családjaik is kikapcsolódhatnak a Balatonnál. Újra szentelés. Rekonstruálták a Somogybabodi katolikus templomot.
Katasztrófa védelmi tábor, 200 gyerek tudhat meg többet a hivatásról. Friss videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. A tikkasztó hőség még holnap is marad, mindjárt jövünk a részletes időjárás jelentéssel, híradóval legközelebb holnap este találkozhatnak, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!